Parlamenti ülésszak. Az RMDS a családok anyagi támogatására fókuszál idén is. A parlament új ülésszaka csütörtökön kezdődik. Választások. Fontolgatják a koalíciós pártok a két napig tartó szavazás bevezetését az európai parlamenti választásokon a külföldön élő román állampolgárok számára. Árstopp. Meghosszabbítja a kormány 60 nappal az alapélelmiszerek ár- és korlátozására vonatkozó jogszabályt, jelentette be tegnap Márcsél Csolákú miniszterelnök Facebook oldalán. Kezdődik a híradó, köszöntöm Önöket! A családok támogatására fókuszál idén is az RMDS. A szövetség képviselőház, illetve szenátusi frakciójának pénteki összevont ülésén dönt a frakció az évi jogalkotási prioritásokról. Már most előrevetíthető, hogy a családok anyagi támogatására fókuszálnak. Csütörtökön kezdődik a parlament új ülésszaka. Mint minden ülésszak elején az RMDS képviselőházi, illetve szenátusi frakciójának tagjai meghatározzák, hogy melyek az ülésszak jogalkotási prioritásai. A frakciók pénteken üléseznek, és már most előrevetíthető, hogy a családok támogatására fog fókuszálni idén is az RMDS. Csoma Botond, a szövetség szóvivője szerint a családtámogatási intézkedések fontos területnek számítanak a frakció számára, és 2024-ben is folytatni fogják ezt a munkát. A családtámogatás mellett pedig más területekre is figyelmet fordítanak. A gazdák, azt tudjuk, hogy milyen kéréseket fogalmaztak meg a kormány felé. Megvizsgáljuk, hogy a kormány mit teljesített ebből, és amennyiben úgy ítéljük meg, hogy további segítségre, a gazdáknak további segítségre van szükségük, akkor ezen a területen is törvénytervezeteket fogunk kidolgozni. Azt is elmondta, hogy párbeszédre készülnek a vállalkozókkal a 2024. január 1-től alkalmazott adórendszerről, és olyan törvényjavaslatokkal tervezik majd ezeket korrigálni, amelyek a vállalkozók érdekeit szolgálják. Módosítja, illetve korszerűsíti a SUMEL 2.0 faanyagnyomkövető rendszert a Környezetvédelmi Minisztérium partnerségben a Speciális Távközlési Hatósággal. Mircea Fekete tárca vezető szerint a SUMEL rendszer létrehozása a lehető legjobb dolog, amit valaha tettek a hazai erdők védelmében. Korszerűsítik a SUMEL faanyagnyomkövető rendszert, amely hamarosan a SUMEL 3.0 nevet fogja viselni. A rendszer lehetővé teszi a fakitermelés helyszínének, a kitermelt fa mennyiségének és szállításának a hatékonyabb ellenőrzését. Mircea Fekete szerint a faanyag nyomkövető rendszer létrehozása mérföldkőnek számít a hazai fakitermelés tekintetében, amely egyben az illegális erdőirtásnak is gátat szabott. A SUMEL 2.0 rendszer, amelyet Táncos Barna miniszteri mandátuma idejében hoztak létre és üzemelték be, 3 éves működése alatt több mint 15,5 millió fakitermelési engedélyt jegyeztek országszerte. A SUMEL első kiadásának utolsó évében 18 millió 600 ezer köbméter fát termeltek ki erdőinkből. A SUMEL 2.0 elindítását követően 2021-ben a szám 19 millió 400 ezer köbméterre ugrott meg. Mondhatjuk egyszerűen, hogy 2021-ben több fát vágtak ki, mint 2020-ban, viszont a szakértők szerint az 1 milliós nagyságrendű növekedés abból is fakadhat, hogy törvényes keretek közé helyezték ezt a plusz mennyiséget, amelyet korábban a törvény megkerülésével nem jelentettek be. A SUMEL 2.0 elindítása óta naponta átlagban 14.200 fakitermelési engedélyt regisztráltak, azaz évente több mint 5 milliót. A faanyag nyomkövető rendszer korszerűsített változata révén még inkább visszaszorítanák az illegális fakitermelés jelenségét. Végre megértették a liberálisok, hogy fontos az idős személyek támogatása. Így reagált Máriusz budai parlamenti képviselő, volt munkaügyi miniszter arra a pénélés javaslatra, miszerint adómentessé kellene tenni a 3000 lejnél kisebb nyugdíjakat. Örülök, hogy a PNL végre megértette, hogy mi a szociáldemokrácia, és csatlakozik a szociáldemokrata elvekhez, illetve doktrinához, amelynek az alappillére a szüleink és nagyszüleink gondozása. Ennek ellenére nem tudom elfeledni, hogy amikor bemutattam a PSD tervét a nyugdíjemelésekről, egyes liberális kollégák a lemondásomat követelték. Azt sem, hogy amikor az új nyugdíjtörvény vitája zajlott, azt mondták egyesek, hogy nem szavazzák meg, mert az emeléseket ír elő. És azt sem tudom elfelejteni, hogy 2021-ben, amikor ők adták a kormányfőt, egy lejjel sem növelték a nyugdíjakat. Örülök azonban, hogy kiléptek a 2010-es évi logikájukból, amikor mindenütt csak nyugdíjlefaragásokat láttak.
Több tucatnyi elektromos vonat fog közlekedni a regionális vonalakon, jelentette be Szoringrind Jánu közlekedésügyi miniszter. A vonatkozó szerződést ma írták alá a közlekedésügyi minisztérium székhelyén. Aláírta ma a Vasúti Reformhatóság a lengyelországi PESZA gyártóval a közbeszerzési szerződést 62 elektromos motorvonat gyártására, illetve leszállítására. A szerelvények Konstanca, Ploiești, Buzău, Fogsány, Bákó, Jászvásár, Szucsáva, Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Beszterce, Kolozsvár, Arad, Temesvár, Resicabánya és Bukarest regionális vonalait fogják kiszolgálni. Más szerződésekkel ellentétben azt szeretném, hogy ne legyenek késések, mert akkor büntetőkamatot kell fizettetnünk. Nekünk nem ez a célunk, de ha kell, akkor meg fogjuk fizettetni. Mi azt szeretnénk, hogy tartsák be a határidőket, ha azt mondják, hogy ekkor szállítják le, akkor tartsák is be ezt. Szoringrind Jánu szerint a közlekedésügyi minisztérium eddig összesen 9 milliárd 900 millió leértékű szerződéseket kötött meg, amelyeknek köszönhetően 119 villamos motorvonattal, illetve 16 elektromos mozdonnyal gazdagodik a hazai vasúti járműállomány. Fontolgatják a koalíciós pártok a két napig tartó szavazás bevezetését az európai parlamenti választásokon a külföldön élő román állampolgárok számára. Erről Márcél Csoláku miniszterelnök nyilatkozott a sajtónak. A miniszterelnököt arról faggatták ma az újságírók, hogy fennáll-e a lehetősége a két napon át tartó szavazásnak a diaszpórában. A kormányfő elismerte, hogy már felmerült a téma a koalíciós egyeztetéseken. Kollégáim tettek egy ilyen javaslatot, és a liberális kollégák is javasolták ezt, hogy a diaszpórában élők feszültségmentesen szavazhassanak. Jól tudják, a múltkor is úgy döntöttünk, hogy péntektől vasárnapig szavazhassanak. Ezzel párhuzamosan az USZ-ré hasonló törvénytervezetet készül benyújtani a parlamentbe. Az alakulat azzal indokolja a kezdeményezését, hogy a külföldön élő románok a következő európai parlamenti választásokon ne legyenek kitéve a 2019-es sorban állásnak és megaláztatásnak. A tervezet szerint levélben is szavazhatnak, de ha személyesen akarják leadni a szavazatukat, akkor ezt szombaton és vasárnap is megtehetik a diaszpórában élők. A tavainál valamivel kedvezőbb lehet idén a hazai gazdasági környezet, azonban a kockázatok továbbra is magasak, így túl nagy optimizmusra nincs okunk, fejtette ki Metsze című műsorunkban Bálint Csaba. A jegybank igazgató tanácsi tagja arról is beszámolt, mely gazdasági ágazatok teljesíthetnek jól, és mely szektoroknál várható lassulás 2024-ben. Némi visszagyorsulásra számíthatunk idén a gazdaságban, azonban továbbra is magasak a kockázatok, óvatos optimizmus mellett maradjunk két lábbal a földön. Figyelmeztetett Metsze című műsorunkban a román gazdaság várható idei alakulása kapcsán Bálint Csaba. A jegybank igazgató tanácsi tagja a különböző gazdasági ágazatokról kifejtette. Idén valamelyest emelkedhet a fogyasztás, a belső kereslet, ami támogathatja a szolgáltatói szektort, ezen belül a kereskedelmet is. Megjegyezte, bár nagyon jelentős mértékű gyorsulásra nem számít, 2024 a tavainál jobb lehet. A szolgáltató szektoron belül vannak területek, amelyek a gazdasági körülményektől függetlenül is viszonylag jól tudnak teljesíteni, mint amilyen az IT. Bár itt is tapasztalható lassulás is, az adózási intézkedések ezt az ágazatot is kedvezőtlenül érintik. Olyan magas a potenciálja, hogy a nehézségek ellenére is növekedés várható. Az elmúlt éveket a legenergiaintenzívebb, magas nyersanyag szükségletű ágazat az ipar szenvedte meg leginkább. Itt az elmúlt néhány évben nagyon-nagyon csúnya visszaeséseket láttunk, viszont abban lehet reménykedni, hogy az eurozóna lassan-lassan elkezd helyreállni, lehet abban bízni, hogy talán a legrosszabb részen már túl vagyunk, tehát egyfajta stabilizálódás, egy kis szerencsével elindulhat akár a növekedés is, de ezzel együtt azért ez a szektor hát egy nagyon ez a környezet ugyancsak visszavetette. Az építőipar esetében tavaly jelentős növekedést láthattunk, elsősorban az állami beruházásoknak és a mögöttük álló uniós forrásoknak köszönhetően. Bár egyes területek, például a lakóingatlanok vagy a logisztikai alszegmensek itt is nehéz helyzetben voltak. Összességében az építőipar, ha agregált szinten nézzük, jól teljesített. Uniós források idén is érkeznek, illetve az állami beruházások is folytatódnak. A kifizetések késlekedésére vonatkozó hírekből azonban arra lehet következtetni, hogy a tavalyi kétszámjegyű növekedést nehéz lesz megismételni, és idén itt lassulás várható, összegzett Bálint Csaba.
Biztató lépések történtek a bizalmi légkör helyreállítása irányában Magyarország és Ukrajna között, de még sokat tennivaló, ezt mondta Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter, azt követően, hogy ukrán hivatali kollégájával egyeztetett Ungváron. Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta először találkozott két oldalú hivatalos tárgyaláson a magyar és az ukrán külügyminiszter Ungváron. A találkozót követően közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Dimitro Kuleba megköszönte, hogy Magyarország fontos szerepet vállalt az ukrán menekült hullám kezelésében, és kiemelte, hogy a fő téma Ukrajna euróatlanti integrációja volt. Abból indulunk ki, hogy egy EU-tag Ukrajna felelne meg leginkább Magyarország érdekeinek, fogalmazott. Szijjártó Péter szerint az ukrán-magyar kapcsolatok az utóbbi években nem a jó viszonyról, hanem a nyitott kérdésekről szóltak. Szerinte ennek hátterében az áll, hogy a kárpátaljai magyarok jogait 2015-öt követően folyamatosan csorbították. Üdvözölte, hogy az ukrán parlament által tavaly decemberben elfogadott törvény ezt a negatív spirált kétségtelenül megállította, és kifejtette, hogy a magyar kormánynak az az elvárása, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják a 2015-ben még meglévő jogaikat. Szeretném itt és most is aláhúzni, hogy Magyarország nem kér extrát, nem kérünk többet, mint ami már volt. Azt kérjük, hogy a kárpátaljai magyar nemzeti közösség azokat a jogokat kapja vissza, amelyekkel 2015-ben már rendelkezett. Ahogy Mitro is mondta, ennek megfelelően a mai napon 11 pontban összegeztük magyar kéréseket. Köztük például a nemzetiségi, iskolai jogállás helyreállítását, a magyar nyelven tett érettségi lehetőségének újra megteremtését, és a magyar nyelv korlátozásmentes használatát a felsőoktatásban, kultúrában, közigazgatásban és a közösségi élet terében. Az orosz-ukrán háború kapcsán Szijjártó Péter kiemelte, hogy az elmúlt két évben Magyarország álláspontja végig következetes volt. Mi kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. A háborút elítéljük, és azt szeretnénk, hogy a szomszédunkban minél előbb béke legyen, fogalmazott. Meghosszabbítja a kormány az alapélelmiszerek ár és korlátozására vonatkozó jogszabályt, erről Márcsél Csoláku miniszterelnök számolt be a közösségi oldalán. Az alapélelmiszerek ár és korlátozásának 60 napos meghosszabbításáról döntött Márcsél Csoláku miniszterelnök, miután egyeztetett az érintett iparágak képviselőivel. A kormányfő Facebook bejegyzésben úgy fogalmazott, a román állampolgároknak továbbra is szükségük van az élelmiszerárak stabilitására a korábbi spekulatív áremelési őrület után. Szerinte most már azok is, akik korábban kritizálták az intézkedést, elismerik, hogy ennek hiányában az árak akár 20%-kal is emelkedtek volna. Kiemelte ugyanakkor, hogy az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2023. decemberi árak 5,8%-kal voltak magasabbak a 2022. decemberi árakhoz képest, míg az ár- és korlátozás bevezetése előtt 2023. júniusában ez a különbség közel 18% volt az előző év hasonló időszakához képest. Az élelmiszerek árését korlátozó rendelet tavaly augusztus 1-től lépett hatályba, és 14 élelmiszercsoportra vonatkozott. A kenyérre, tejre, sajtra, joghurtra, lisztre, kukoricalisztre, tojásra, napraforgóolajra, friss csirke és sertéshúsra, burgonyára, friss zöldség és gyümölcsre, illetve cukorra. Tavaly október végén a kormány 90 nappal meghosszabbította az intézkedést, és egyben a lista is bővült. Ezt bővítették ki most újabb 60 nappal. Marosvásárhelyen nyílt meg az ország első rehabilitációs központja szenvedélybetegek kezelésére. A központ erre szakosodott személyzettel segíteni tud a hozzáforduló betegeken. Marosvásárhelyen nyílt meg az első rehabilitációs és kezelési központ szenvedélybetegek számára. A központot működtető Szociálmed Egyesület elnöke Oana Muntján szerint nem csak egyszerű megvalósítás számukra az új központ, hanem szilárd elkötelezettséget is jelent. Küldetésünk, hogy fényt vigyünk a függőség által érintettek életébe, és egészséges jövőt építsünk egész közösségünk számára. A remény és az erő szimbólumaként vagyunk itt együtt. Az új központ átadásán jelen volt Alina Gorgiou igazságügyi miniszter, aki üdvözölte a kezdeményezést. Szerinte az igazságügyi minisztérium nem foglalkozik közvetlen módon a kábítószerfogyasztással, azonban közvetetten érintett a kérdésben. Az egyetlen szomorúságom az, hogy a kezdeményezés magánjellegű, és hogy Romániában az állam nem tesz meg mindent, amit meg kellene tennie, amikor olyan kihívásokról van szó, mint a droghasználat, az alkoholfogyasztás, hiányzik a
terápiák biztosításához szükséges infrastruktúra. A központ kapcsán eredetileg arról szóltak a hírek, hogy a páciensek számára ingyenes és a működési költségeket támogatásokból fogják fedezni. A megnyitón viszont már arról esett szó, hogy egyelőre nem tudtak szerződést kötni az országos egészségbiztosítóval, és egy kezelés ára a kezelés hosszúságától és annak összetettségétől függ. Több mint 4500 súlyos közlekedési baleset történt tavaly a romániai közutakon, melyek 1545 halálos áldozatot követeltek, tájékoztat a román rendőrség, mutatjuk a részleteket. 2023-ban 4525 súlyos közlekedési baleset történt Románia útjain. A szerencsétlenségek 1545 halálos áldozatot és 3535 súlyos sérültet követeltek, derül ki a román rendőrség összegzéséből, amelyet sajtótájékoztatón ismertettek. Az említett mérleg némileg kedvezőbb az egy évvel korábbinál. 190-nel kevesebb közlekedési balesetet, 88-al kevesebb halálos áldozatot és 160-nal kevesebb súlyos sérültet jelent, mint 2022-ben. A közúti biztonság növelése érdekében 2023-ban a közlekedésrendészet több mint 58 ezer akciót hajtott végre, ami 4624-gyel, azaz 8,6%-kal több, mint egy évvel korábban. 225.887 járművezetői jogosítványt függesztettek fel, ebből 25.148-at alkoholos befolyásoltsággal történő vezetés miatt. A rendőrség felszereltségének javítása érdekében az intézményt egyebek mellett 500 különleges gépjárművel, 250 sebességmérő készülékkel és 75 motorbiciklivel is felszerelték a múlt évben. Odafigyeltek az oktatási megelőzési tevékenységekre is, 212 partnerség révén több mint 5000 részvételt jegyeztek közlekedésrendészeti órákon 3231 tanintézményben. Mintegy 22000 oktatási megelőzési nyomtatványról és majdnem 9000 a tömegtájékoztatás bevonásával tartott akcióról is beszámolt a rendőrség. Hanyatlóban az optimizmus Romániában. Az állampolgárok mindössze egyharmada hisz abban, hogy 2024-ben jobb élet vár rá. Ugyanakkor 10-ből 4-en idén munkahelyet akarnak váltani, derül ki egy friss felmérésből. A román állampolgárok új évvel kapcsolatos várakozásait és reményeit térképezi fel a Reveal Marketing Research kedden ismertetett felmérése, mely arra is kíváncsi, miként alakultak az említett viszonyulások az egy évvel ezelőtt készített tanulmányhoz képest. Ezerint az állampolgárok alig 34%-a gondolja úgy, hogy jobb élet vár rá 2024-ben, míg tavaly még 48%-uk tekintett derülátóan az új év elé. A tanulmány szerint a román állampolgárok 47%-a semlegesen viszonyul az új évhez, 34%-uk optimizmussal, 19%-uk pesszimizmussal tekint 2024-re. A megkérdezettek közül a legtöbben, 34%, anyagi helyzetük javulásával kapcsolatban optimisták. A pesszimizmus szintje az ország helyzetének alakulásával kapcsolatban a legmagasabb. 64% nehezen megvalósíthatónak vagy egyenesen lehetetlennek tartja, hogy csökkenjen a korrupció. 51% ugyanígy gondolkodik az infláció csökkenéséről, 50% a gazdasági helyzet javulásáról. Munkahelyváltásra 10-ből 4-en készülnek, a megkérdezettek 27%-a új munkaadónak dolgozna idén, többségük 44-55 év közötti, 13% pedig saját vállalkozás indítását tervezi, főként a 25-34 év közöttiek. A romániai lakosság egynegyede lakhelyváltást is tervez ebben az évben. 11% ugyanazon a településen belül más lakásba, 10% az ország más településére, 4% külföldre készül költözni. Ami a hétköznapi élet különböző aspektusaival való elégedettséget illeti, a romániaiak leginkább a családjukkal, a hozzájuk közel álló emberekkel vagy a párjukkal való kapcsolatukkal elégedettek. Az arányok 75-65% között változnak. Ehhez képest a munkahelyükkel a megkérdezettek mindössze 51%-a, jelenlegi anyagi helyzetükkel 46% elégedett. Ami a személyes terveket illeti, a megkérdezettek 13%-a mondta azt, hogy házasságot kötne idén, 32%-nak nincs ilyen terve. A megkérdezettek 10%-a tervez gyermeket vállalni az új évben, 35-44 évesek körében ez az arány jelentősen magasabb, 17%-os. A Reveal Marketing Research felmérése online készült 1015 felnőtt korú személy megkérdezésével, a hibahatár plusz-minusz 3,1%.
Jótékonysági estet tartottak Zila Hona Zsoboki Bethesda gyermekotthon javára. Az eseményen több százan vettek részt, a tombola jegyek bevételével két családi otthon megépítését támogatják. A Zsoboki Bethesda gyermekotthon 1994-ben jött létre, az elmúlt 30 évben mintegy 400 gyermeknek nyújtott gondozást. Létrejöttével újraindult az 1991-ben bezárt 5-8. Osztályos iskola a községben, munkahelyek teremtődtek. Mivel a jelenlegi gyermekvédelmi törvény nem engedélyezi a nagy létszámú gyermekotthonok működtetését, a gyermekeket csak családi típusú otthonokban lehet elhelyezni, ezért a fennmaradáshoz az intézmény két családi típusú otthont kell létrehozzon. Jelenleg 28 gyermeket és 24 alkalmazottat érint a változás. Ha megszűnik az otthon, bezár az iskola, az alkalmazottak elmennek, az szinte végzetesen érinteni a falut. Az otthonok már épülnek, de befejezésükhez még 250 ezer euró önrész szükséges, amit 2024. szeptember 30-áig kell előteremteni. A jótékonysági est ezt a célt szolgálta. A rendezvény sorozatunkat folytatjuk. Február 25-én az Auditorium Maximumban Kolozsváron tervezünk egy újabb jótékonysági estet, hisz ez a mai a családtípusú otthonokhoz szükséges összeg összegyűjtésének az első megmozdulása volt, de lesz még a gyerekeknek bábszínház február 8-án Zilahon. Ez a két esemény, amit egyelőre tudunk. Dr. Nagy Alpár Csaba zsoboki lelkipásztor, az otthon lelkész igazgatója elmondta, a gyermekek a mi kultúránkban nőttek bele, azon nőttek fel. Ők a mieink. Az otthon többet nyújtott számukra, mint amit valaha adott volna nekik máshol az élet. Az eseményen elhangzott, ha nagyot álmodunk, meg tudjuk valósítani. Az est folyamán zongorajátékával bűvölt el a közönséget Gerebenes Márk, aki 2 éves kora óta Iker testvérével együtt az otthonban nevelkedett. Népdalokat énekelt Varga Andrea, aki 3 éves korában került az otthonba. A zsoboki Gál Jankó Dórka is megcsillogtatta hangját, társához hasonlóan ő is népdalokat adott elő. Felléptek az Ilai Terbete néptáncosai, az Ilai citerások, valamint a zsoboki néptáncosok. A csoport tagjainak csaknem 70%-a a gyermek otthonban nevelkedik. Marosán Csaba kolozsvári színművész is az ügy mellé állt, előadásával támogatta a rendezvényt. Böjte Csabát idézve elmondta, ha nem hiszed el, hogy milyen sok jó ember van a világon, próbálj valami jót csinálni, és majd meglátod, mennyi jó ember csatlakozik hozzád. A mai est pont erről szól, fogalmazott. A rendezvény tombola sorsolással zárult. Februárban csuhétárgykészítő és bőrműves műhely foglalkozással folytatódik a kézműves képzések sorozata Aradon. A Csóri Sándor Alap, a Bethlen Gábor Alap, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Communitas Alapítvány támogatásával megvalósuló tanfolyamok nagy sikernek örvendenek. Az RMDS Arad megyei szervezete és a Proidentitas Egyesület koordinálásával 2021-ben indult az első nemeszkészítő workshop. Ezt követte a népi ékszerkészítő tanfolyam, de volt még hímzés, népi tojásírás és bútorfestő képzés is. Valamennyi felnőtt képzés iránt nagy volt az érdeklődés, pillanatok alatt elfogytak a helyek. Vannak olyan fiatalok, akik nyitottak arra, hogy képzéseket, előadásokat pályázzanak meg, szervezzenek le, és ami nagyon fontos, hogy a fogadókészség is megvan a közösségen belül, hisz minden ilyen programsorozat teltházzal zajlik. A Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel együttműködve magyarországi és erdélyi népművészeket hívnak meg, hogy az érdeklődőket megismertessék a különféle népi kézműves szakmák alapjaival és technikáival. Szeretem a magyar nép ősi mesterségeihez a visszanyúlást, vagy hogy megismerjem, hogy mit dolgoztak az őseink. A tanfolyamok mellett működnek a Nemzeti Művelődési Intézet által életre hívott szakkörök is, ahol a résztvevők igyekeznek minél többet elsajátítani és tovább örökíteni népi hagyományainkból. Ugyanakkor a találkozások a közösségépítést is szolgálják. Itt a szorványban most a szakkörnek az a célja, hogy építsünk közösséget. Természetesen nem titkolt célunk az is, hogy kézműveseket neveljünk ki, de most közösséget építünk. A közös alkotás örömén kívül ugyanis a végzősök a fiataloknak adják majd tovább megszerzett tudásukat különféle gyermekfoglalkozások alkalmával. A brassói Korona nyerte a kupát, sporttal folytatjuk.
Gyergyó Szent Miklóson rendezték a jégkorong Románia Kupa 4-es döntőjét. A harmadik helyen a bukaresti Steaua végzett, míg a döntőben a Brassói Korona legyőzte a házigazda Gyergyói Hoki Klubot. A hétvégén rendezték meg Gyergyó Szent Miklóson a jégkorong Románia Kupa 4-es döntőjét. A két elődöntőben a favoritok nagy arányban nyertek, a Brassói Korona 7-1-re verte a bukaresti Steauát, míg a Gyergyói Hoki Klub 6-0-ra múlta felül a háromszéki ágyúsokat. A kis döntőben a bukaresti Steaua küzdelmes mérkőzést követően 5-4-re nyert, ezt követően a döntőben a Brassói Korona 5-3-ra múlta felül a házigazda a Gyergyói Hoki Klubot. A brassói kispad szerint a legjobb időben szerezték a gólokat. Gyergyó remekül kezdte a mérkőzést, nagyon ránk jöttek. Ugye nálunk volt 4-5 hiányzó is az összeállításban a román szabályok miatt, de azt gondolom, hogy aki pályára lépett ma, az ma mindent megtett a győzelemért. Szerencsére a top játékosaink jól teljesítettek, amikor fontos volt, akkor gólt tudtak szerezni. A gyergyóiak vezetőedzője arra panaszkodott, hogy nem tudták kihasználni a kidolgozott lehetőségeket, míg az ellenfél sokkal eredményesebb volt ilyen téren. Nagyon sok helyzetet kialakítottunk, sokkal többet, mint az ellenfél, lövésszámokban is jobbak voltunk. Amiben nem volt, egyetlen egy szegmensben voltak jobbak, a többiben mi voltunk jobbak, de ezen elment a meccs a ellenfél kapujának az előterébe. Tehát onnan kaptunk minden ilyen fél méterről levő gólokat, azt ők nagyon jól csinálják, mindig is jól csinálták, és ma ebbe ők sokkal jobbak, ebbe voltak jobbak, ebbe az egybe, a játék többi elemébe jobbak voltunk. Az Erste Ligában szereplő csapatok számára a hétvégén az alapszakasz utolsó mérkőzései következnek. Mindhárom erdélyi csapat 3-3 mérkőzést játszik csütörtöktől vasárnapig Magyarországon. Időjárás jelentéssel megyünk tovább, köszönöm megtisztelő figyelmünket, munkatársaim nevében is viszontlátásra. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.